Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Szép estét kívánok! Folytassuk a Inside-ot. Elkezdtük múlt hét csütörtökön. Egy nagyon kedvesnek tűnő kis játék, bár nem biztos, hogy a kedves a jó szó, de nagyon tetszik. Nagyon szuper szerintem, hogy ezzel fogjuk ma folytatni. Nem tudom, mennyi van még belőle. Elvileg olyan, hát egy óra, de ha rajta múlik, lesz az másfél is. Meglátjuk, hogy mennyi idő alatt fejezzük be. És még nem kizárt, hogyha hamar befejezzük, még utána is valamit megnézünk. Szevasztok, szép estét! Na, hát rögtön kezdjük is. Mark Boy, kerek. Nagyon szépen köszönöm a 10, azaz 10 hónapot. Egészen elképesztő, hogy 10 hónap. Mintha csak tegnap lett volna. Nagyon szépen köszönöm. Remélem még sokáig, de hát majd meglátjuk. Köszi szépen. Jó. Kezdjük el. Nem, folytassuk. Itt lenne a game. Csak hát... Itt a game, hol a game? Itt a game. Jó. Remélem halljátok is. Mert én nem nagyon. De hallom, hallom. Jó. Szuper. Na, úgyhogy akkor itt hagytuk abba. Itt hagytuk abba. Ugye ott volt ez a... Sok-sok embert kellett ugye összeterelni egy helyre, hogy kinyíljon egy kapu. És aztán utána mentünk ilyen nagyon erős zajszennyezés volt, és... Na mindegy. Jó, menjünk tovább. Hello, Dufes. Ez eddig sima. Mondjuk lehet jó lett volna megnézni, hogy miért kell erre jönni, de... Itt van egy kar. Oké. Ezzel felhúzzuk azt, de ha elengedem, visszamegy. Jó. Akkor itt szaladni kell, gondolom. Pog. Sikerült. Igen, Dufesz, amúgy para ajánlotta, hogy nézzünk meg. Ugye a Little Nightmares kapcsán mondta, hogy ez egy nagyon hasonló valami. Hasonló. Nem Dufesz. Limbóval nem. Ó, értem. Tehát a... Aha. Nem, azzal nem játszottam. Na, várjatok. Nem lesz jó. De persze lehet, hogy hülyeség, amit akarok csinálni.
Vagy nem is a hülyeség? Oké. Mehetünk tovább. Shit. Nem vettem észre ezt a lyukat. Ajaj. Mondjuk amúgy is erre kell jönni, úgyhogy akkor mindegy. Hát de... Van más kötél is. Ó, van, igen. Igen. Jó. Ó, itt van. Erre jövünk. Ott van lent egy ajtó. Gyorsan. Jó, rendben van. Hát gondolom, menni kell tovább. Kicsit várok, hogy eltűnjön a szörnyezet, de lehet, hogy erre kéne jönni. Nyomjuk meg ezt a gombot. Hát... Nem tudom pontosan, hogy ez miért jó. De lehet, hogy csak ilyen félrevezetés, vagy ilyesmi. Na jó. Elmegyünk tovább jobbra. Megnézzük, hogy erre mi van. Itt is van egy gomb. Hello, ninja rágunk. Ott volt egy gomb, amit valószínűleg meg kell nyomni. Látszódott, hogy ott kinyílik ez a ajtó. Mondom, arra kell majd tovább menni. Csak nagyon kevés volt az idő, tehát utolért ez a... akármi. Ugye hát ez elterelni a figyelmét, csak azért kell megnyomni. Nem. Nem, hát ez simán elkap, simán.
Visszafele nem volt semmi, meg hát miért mennénk visszafele? Mert ez így biztos, hogy nem. Valahogy, amúgy erre kéne jönni. Beleakad-e a kampó valamibe? Hát... Hát de mibe? Na, akkor kipróbálok valamit. De még azt sem tudom, hogy valamit ráakasztok, mert itt nem nagyon van semmi. Hát meg úgy belendülni is nagyon nehézkes. Jó, be lehet. Bebételni, de... Így... Hát... Aha... Hát oké, csak... Igen, ne ennyire bételjen be, így van. De bele kell érjek a vízbe. Ugye? Igen, akkor jön. Vagy csak menjek el oda, és akkor ott süllyed le. És akkor hát, ha több terünk lesz itt az ajtónál, megnyomni a gombot. Tehát elmegyünk végállásba. Jön a lány. Oké. És akkor ott merül le, hát ha így most így van már boly, hát ha így lesz időm kiúszni. Na gyerünk. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Úgy van. Úgy van. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Jó. Na, ezt kiagyaltuk. Uba. Nem, nem volt hülye ötlet, abszolút nem.
Kekerényi. Te most rögni fogsz, de nekem az a játék megvan eredetibe. Csak mondom. Lehet, hogy nem a Deluxe, hanem a sima, de megvan. Nem? CD-n. Már CD-n. CD-n van meg. Jó estét, egyetemista 420. Csak nem itt van, ahol én vagyok, hanem a... Szerintem a szüleim házában. Aztán ott meg a fene tudja hol. De majd előkerítem, és ha már kérted, akkor játszunk is vele. Legalábbis remélem. Van egy USB-s. Nem tudom minek, de ez így nem jó. Nagyon itt van a jány, az a baj. Szóval van egy USB-s optikai meghajtóm itt valamelyik szekrénybe. Ilyen vészhelyzetekre. De nagyon ritkán használom. Emlékeim szerint az DOS-ból indul, de most a Win95-öt is DOS-ból indítottuk, szóval... Ilyen értelemben mindegy. Na mi a tököt kell itt csinálni? Ezt mondjátok meg nekem. Valószínű itt majd ki kell jönni. Vagy... Ja ne! Itt le kell menni. Oké. Okay. Ezt a gombot megnyomjuk, azt tuti. Vajon ha még egyszer megnyomom, becsukódik? Jó, megvan, megvan. Csak meg kell találni a ritmust. Szevasz, para. De amúgy nem tudom, hogy a kekerényi, hogy fönt van ez Steam-en esetleg, vagy valamilyen ilyen áruházba a game, mert az sokat egyszerűsítene a dolgon. Most nincs telm egyetemista. Remélem lesz majd hamarosan, de most csak sima vizet iszok. Kicsit megcsúsztam délutáni teendőkkel, és most nem volt időm teát készíteni. Volt egy meetingem még 5 órától. Aztán nem maradt idő. Ó, kekerényi, ez egy jó tipp. Ránézek majd akkor. Ide bételjük a jányt. Balogé... Nem, sajnos ezt nem számíthatom be. Hűha! Ne basz! Bocsánat. Mármint úgy értem, hogy... Ezt elszámítottam. Kikapcsoltam a... Major contentet itt Twitch-en, úgyhogy most már figyelni kell. Így para.
Nem, hogy megtaláljon valami szülő, hogy mit képzelek. Hogy hát a gyerek ezt nézi. Mondjuk így ebben az esetben viszont jogosan. Én szoktam nézni, hogy vannak ilyen érdekes idék, hogy most jó lesz, jó lesz, jó lesz, oké. Okay. Kint van a 18 pluszos a csatornán, aztán megy a szülő, hogy hát hogy lehet ilyen tartalmat gyártani, hát a gyerekek ezt nézik. Na, nézzünk szét, hogy itt mi a helyzet. Mondom, erre kell tovább menni. Szóval ez egy family friendly stream. Okvetlenül. Jó. De most mit csináljak vele? És nincs rákunk. Hát... szerintem ez egy rossz hír. Vagy hát meglátjuk. Hello, Coulson. Most hallá lettem, vagy mi történt? Csak mert így nem nagyon kapkod levegő után, gondolom akkor ez megoldotta. Hát ez az para, hogy én itt aggódtam, hogy mindig kiugrottam a vízből, meg ilyenek, hogy nehogy megfulladjak, aztán tessék. És nem tudom, hova megyek egyébként. Hát jó, akkor megyünk fölfele, gondolom. Nem megyünk fölfele. Talán erre jövünk. Igen, az jó, hogy van körülöttem egy csomó hal. De mi ez a hely?
lefele. Jó. Reflexbe mennék a fény fele. Itt van egy kapaszkodó, ez gyanús. Szerintem ezt meg kell fognia, még beindul a mentéjától, meg ott egyet tovább is van. Oké. De még nem darál be. Majdnem megint mit találtam mondani. Erre jövünk. Na. Kijöttünk a vízből. Vannak itt mindenféle csodás élőlények. Márba én nagyon régóta nem nézek. Márba én nagyon régóta nem nézek szuperhős filmet. Úgy elmaradtam vele egy kicsit. Volt egy időszak, amikor úgy kicsit úgy befásultam vele. Valahogy nem. Ha. Úgy. Elmaradtam, és így most az Igazság Ligája sincs meg. Azt se néztem meg. Hogy kéne ezt csinálni? Jó, mindent értek, mindent értek. Igen, olvastam, hogy megjött a Snyder Cut. Amara! Mondjuk lehet, hogy nem is jó egyébként. Lehet meg kéne... Hát, hogy fene se tudja. Jónak kéne lenni pedig. Nem, így biztos nem jó. Így tuti nem jó. Akkor megvárjuk, amíg elmegy a másik irányba. És akkor futunk oda. Hát para, itt egyszer próbálod meg, a statisztikailag semmit nem jelent. De jó vagy! Akkor most áttesszük oda. Mennyi, mennyi, mennyi! És így jó lesz. Oké, mehetünk. Na várjál. Nem jó. Arra kéne felugrani, mi? Hát de... Az most elindult egyből. Az előbb is elindult egyből. Meg kell bizonyosodni benne, para, mert lehet, hogy az én bénaságom miatt nem sikerül. Áthúzzuk teljesen majd. Na, elindul egyből, jó.
Hát reméljük így jó lesz. Jó lett. De amúgy visszatérve, tehát tényleg a, majd egyszer az Endgame-et is meg akarom már nézni, mert azt mondják, hogy azért az jó sikerült. De mondom, én egy picit belefásultam most ezekbe a szuperhős filmekbe, valahogy ugye a Vasember 3 után úgy voltam vele, hogy jó, hát ez akkor elég lesz. Előtte is néztem már meg mindet. A Vasembert is csak hát nyilván Robert Downey Jr. miatt. Ez ki lett számolva. De azért megnézzük, mert lehet, hogy nem lefele kell menni. De erre kell jönni. Jó. Mindig ki van számolva, ki van számolva. Na várjál. Én most nem víz alatt. Hű. Jó, oké. Nézzük, mi történik, ha ezt meghúzzuk. Death Stranding. Hú, azt is el akarom, mert megvettem pár hete. Akciós volt. El akarom majd kezdeni azt is, csak... Na, ezt a lyukat megint nem vettem észre. Szóval azt is el akarom kezdeni, csak... Hát, én amit láttam, olvastam, hallottam rólad, az, hogy kell hozzá egy erős Kojima rajongói vonal. Véna, bocsánat. Tehát nehéz téma, meg nehéz az egész, de... Hát, meg akarom nézni a saját szememmel. Maradjunk annyiba. Én szeretem az ilyeneket is. Mármint szeretem megnézni a saját szememmel. Na megint itt van egy csomó hal. Ja, ez a tartály. Oké. Itt lehet visszajönni. Séta szimulátor, Fireman. Hát... Kell benne sétálni, az biztos. De hát a Red Dead Redemptionre meg azt mondták, hogy lovagló szimulátor. Még azt se fejeztem be. És ugye feléig jutottam el kb. És ennek örömére pénteken el fogom kezdeni, már annak örömére, hogy ilyen sok játék így félbe van hagyva, annak örömére el fogom kezdeni pénteken a Horizon Zero Dawn, csak hogy még egy játék legyen így elkezdés alatt. Vagy hát folyamatban, inkább úgy mondom. Na hát, alapvetően fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni. Most erről át tudok odaugrani? Nem. Nem, onnan nem tudok átugrani. De akkor ez mire való? Meg mi ez a sok? Ott van egy gomb fönt. Fireman nem szoktam battlefieldezni. Nincs is meg a játék. Visszamegyünk oda le, hogy ott van-e még esetleg valami. Ha visszatudunk. Hát...
őszintén szóval nem nagyon szoktam kompetitív FPS-ekkel játszani így, így a hétköznapokon. Esport órán persze igen, mert ott ez fontos. Meg néha, ha úgy alakul, kedvem támad hozzá, akkor egy kicsit igen. De nagyon ritkán, nagyon ritkán. Na, ezt kinyitom, nem tudom minek. Ja, még erre el tudunk jönni, hát akkor. Jól eljöttünk. Nem tudom, mi történik. Igen, amúgy szerintem látod, mit akarok. Kicsit korai volt a... Ezt akartam. És akkor ezzel most mit tudok csinálni? Hát el tudom ide húzni, de ez... De föl már... Várj! Hogyha ide rakom... Most agyon fog nyomni, fogadjunk. Nem, jó. Tudom már, megvan. Megvan. Fejre vigyázz! Fizik. Szóval nem nagyon szoktam kompetitív FPS-ekkel. Igazából nem vagyok egy ős tehetség bennük, maradjunk annyiba. Meg ezeket én úgy szeretem játszani, hogyha ismerem a csapattársaimat, tehát, nem, tehát idegenekkel nem nagyon, megmondom őszintén, pont azért, mert nem vagyok ős tehetség. Aztán hát azért a legtöbb játékban ilyen Siege, meg hát szinte minden játékban ugye a ha level 1-en nem vagy már ilyen Pro League szinten, akkor azonnal szétflémelnek. És úgy azért nehéz. Nehéz néha élvezni. Na lássuk akkor, hogy mit tudunk itt csinálni. Ja, hát ott a gomb, hát oda kell húzni. És akkor meg kell nyomni ott a gombot. Szóval néha nehéz tényleg élvezni ezeket a... kompetitív játékokat. Persze tényleg, ha olyanokkal játszik az ember, akit ismer, ilyen primét csapatok, akkor persze más. Mi is itt e-sportórán tök jókat szoktunk játszani. Mármint, hogy én élvezem, maradjunk annyiba aztán, hogy a csapattársaim mennyire, az már más kérdés, de... Na, nem megy vissza magától, úgyhogy... Akkor... Így. Itt is egy diszkógömb. Ez a második a 14-ben. Hát, nézd... Nincs rá, akkor most egy gépi tanulás órát is lehet élvezni, ha olyan a téma. Ugye nem ezért jöttem ide föl.
Na jó. Pedig meg volt a terv, és a terv az hibátlan volt. Jó, akkor agyaljunk még, hogy mit kell csinálni. És hogy ez a... Gondolom, hogy vinnem kell magammal, csak hova? Reméltem, hogy erre kell tovább jönni. Na, idehozom, mert valószínű itt fog kelleni valahol. Vagy lehet, hogy vissza kéne. Hát ennyire vissza kéne jönni. Ezt azért nem gondolnám. Ez meglepő lenne. Hát eredetileg nincs semmi. Hát húzzam rá és... Így. Oké. Nem, teljesen kezd ilyen szürreálissá válni, mert nem mintha eddig olyan nagyon kihúztuk a dugót. Vagy ezt vigyem magammal, vagy... Na mindegy. Tudjuk akkor ezt is. Hát akkor gondolom erre kell jönni. Kinyílt ez a nagy üst. Abba az összes gulyásleves beleférne. Na lássuk. Ah, tudjuk állítani a vízszintet. Csak akkor becsukódnak az ajtók. Tegyük végállásba. Érdekes. Na várjunk. Nézzük meg, hogy mi tört, hogy tudunk-e fölfele úszni egy kicsit. De szerintem itt nem lesz semmi. Nem, semmi, semmi nincs. És szerintem... Hát, kicsit visszamegyek, hogy itt van-e valami, mert ez gyanús, hogy ez az ajtó. Tehát nem szinkronba csukódnak be az ajtók. De lehet, hogy rossz ötlet. Azok az emberek ott nekem gyanúsak.
Vajon, hogyha odahúzom ezt a dobozt? Ne! Aztán meg észrevett. De nem gyanús neki, hogy van itt egy doboz a raktár közepén? Hát lehet, hogy nem. Jó, eddig szuper. Akkor ezt most átúsztatjuk. Meg kéne még doboz? Hát először próbáljuk meg. Lehet, hogy kellene fog még pár doboz. De lehet, hogy elég ez az egy is. Elég lesz ez. Innen már föl tudok ugrani a vízbe. Bármilyen furán hangzik is ez. Oké. Hát igen. Meg hogy leesek a vízből. Falnak ütköztünk. Hello, Csébal, a jó estét! Hogy igen... Nem estünk nagyot. Meg kellett próbálni. Na, azt a gombot valahogy meg kell nyomni, az biztos. Akkor nézzünk szét. Gondolom lentebb kell engedni majd egy kicsit a vízszintet. Hát így is jó. Barátok. Ők az új barátaim.
Na, dobjatok fel. De rendesen. Hát nem. De miért nem? Hát ez az. Ezért kár volt a nagy hajcihő. Na akkor még nézzünk szét, hát ha még valami hiányzik. Ja, hogy ő is jönne, vagy? Mondjuk, de erre meg nincs semmi. Ja, hát mondjuk ezt le tudom húzni, szerintem. Igen. Opa. Bocsi. Hát jönne ő is, csak hát... Sajnos. Na várjatok. Ezt most meg kell próbálni. És még a végén így lesz jó. Csak remélem elkapnak majd, mert innen már nagyot esnék. És elkaptak. Kösz, fiúk. Ó, jönnek a melósok is. Gyere te is, József. Jön ő is. Jó hideg sört, így van. Azt megérdemelnék. Na, akkor. Opa. Kinéztünk az ablakon, de ez, nem tudom, vezérigazgatónak lehet valamilyen, ja, ez ilyen tanterem talán. Hát, vagy a feneset, hát nem, valami iroda. Füstölg a cigaretta. És én is oda akkor menjek le, gondolom. Így van. Oké, okay, jó. Ott vannak fönt a lift tetején egyébként. Csak mondom. Hát figyelj, mondjuk ilyen 60-as években simán el tudom képzelni paral tanárnő rágyújt óra közbe. Mi jöttünk ide vissza? Nem is erre kell jönni. Nem tudom, miért megyek néha balra, jobbra kell menni. Hát ez igaz, a 60-es években nem volt. Akkor még ez nem volt divat. Hát de... Most ezzel nem tudom, előrébb vagyunk, hogy így akkor most mindenki kiáll az ablakba nézelődni. Nem vagyunk előrébb. De mondjuk most már nem a lift tetején vannak, hanem most már le tudnak velem jönni.
Oké. Hát nagy, a nagy, hatalmas épület. Vagy mi vagyunk kicsik. Kösz, srácok. Nélkületek nem sikerült volna. Ott is a cigaretta. Ne dohányozzatok, ez nagyon fontos. Nem tette helyére a kagylót. De azok hova szaladnak? Hát, még ha csak a pénzt vinnél. Mit nézünk? Nem látom. Én nem nézhetem. Jó, akkor nem nézem. Volt ott egy létre, erre fölmászunk. Átmegy mindenen. Na de azért ne ennyire. Át tudok lendülni. Para, ilyet nem illik. Szokás hatalma. Hát igen. De mit néznek? Én is látni akarom. Kitöröltem a saját üzenetét. Ne éljetek vissza a moderátori hatalmatokkal. Jó. Na. Lefele menjünk? Merre menjünk? Hát, gondolom fölfele. Na, ah, jó lett volna egy 10 napos timeout. Igen, igen, igen. Ennél föntem nem tud menni. Jó. Lehet, hogy a másik irányba. Oké, 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 itt vagyunk. Oké.
hát itt úgy néz ki, hogy ezt ki kéne előbb kapcsolni. Valószínűleg ezzel. Na gyerünk. És akkor megpróbálunk. De ha visszakapcsolom, akkor... Ja, aha. Van egy kis idő, mire beindul. Jó, és akkor most mi történik? Na akkor... Oly szétesik! Na akkor próbáljuk újra ezt a iménti műveletet. Én a rácson keresztül olyan nehézkes volt a dolog egy kicsit. Lehet, hogy amúgy ez most tök fölösleges, amit csinálok már, de... Nem, így jó, így jó, így lesz jó. Ez mi a jó Isten? Kisrác elvesztette a ruháit. Ezzel mi? Jó, le kell szedegetni. Hát jó. Menjünk fel. Nem felfelé emeled. Hova menjek? Mindent értek. Megy a nagy massza. Na, gyerünk. Fű. Menjünk emelre. Nem. Akkor nekifutásból? Vagy csak simán. Csak megyünk.
Na gyerünk! Befér, simán befér. Nem tudom, ezt most miért fogtam meg, de... Miért most ne? Hozzuk magunkkal. Így nagyobb a tömeg. Á, már értem, hogy miért kell. És ott fönn nézelődnek, mint hogyha... Na, a vezérigazgató. Ott egy gomb. De addig nem érünk soha. Jóha. Elakadtunk. Nem, en. Dufesz. Oké, megvan. Elsőre nem láttam hirtelen, hogy ez... Ez mi? Kutyák is vannak. Ezt mit csinál velem? Arra kéne tenni valamit. Csak hozzam azt a vackot. Lehet kéne az a... Bemegyünk? Vagy nem? Hát a létrán csak nem megy föl. Nem, azon nem. Hát de... Befér, hogy ne férne be. Nem. Vagy igen? Nem. De igen.
Azt hittem, hogy ilyen csapda. De lehet, hogy csapda amúgy. Szépen lefolyunk. Vagy nem? De. Hogy fölültem rá, mi? Én nem hozzom kellett volna a cuccot fogadni. Jó, ezt még nem lehet kinyitni. De én ezt most miért... Oké. És ezt nem lehet úgy föld... Na az, hogy amúgy ennek mi értelme van, azt ne kérdezzétek. Dobál, mint aki tudja, hogy mit csinál. Magamat kéne oda földobni, nem? Addig nem érek fel. Akkor csak gondolkodjunk, hogy mit kell csinálni. Esetleg ahhoz vágjam hozzá. Mi lehet az ilyen csapóajtó vagy. Hát ha kiesik belőle valami. Na. Gyerünk! Oké. A dobozt itt hagyom. Csak ne felejtsem, hogy itt van. Ha egyáltalán kell még. Most oda be kéne menni. Hát csak nem. De akkor... akkor minek? Vagy dobjam be ezt a dobozt? Vagy ládát? Vagy mi ez? Csak hát minek? Ja, mert hogy így most ég. Hát akkor
Égve nem kell visszahozni, az biztos. De hogyha ez itt ég, mit csináljak vele? Hát jó, így meggyújtom, oké. Okay. Dobjam át fölötte. Oké. Okay. Fog, meg fog. Oké. Okay. Jó. Na és akkor most így bedobjuk ebbe a izébe. Oké, okay, addig nem érek fel, az biztos. De, hogyha kihozom ezt a kis valamit, így már jó lesz. Meg vagyunk. Ezt oda kéne tolni, gondolom. Mondom tolni. Milyen sikító. Haladunk tovább. Meg kellett volna elhúzni. De hogy húzom meg? Igen, ők segítenek nekem. De ez most... Tehát meg kéne húzni. Meg így... Tehát aktiválni kéne. De nem tudom... De nem, az a baj, nem... De meg lehet ezt húzni ilyenkor? Jaj.
Mert szerintem meg kéne húzni valahogy. Csak... De lehet nem ez, nem ezt kell csinálni. Dobja meg az embert? Annak sincs sok értelme. És elmegy mellette. Jó lesz, most már jó lesz. Kéne eldobni valószínű. Így. Hát hozzuk akkor, ha már itt van. Elérnénk. Ó. Oh. Bebételtek el. Mondom, fölfele nem tudok kimenni. Hát, hogy... Áj, bomlik a fal. Hát itt lebontjuk. Csak ennél jobban nem lehet. Azt mondod, hogy máshol is lehetne? Há. Aha. Igen, itt már beszúrődik egy kis fény.
Nyilván a rossz oldalát kezdtem először bontani, tehát ez egyértelmű. Na, megjöttek a halak is. Hát igen, mondjuk ez. Az szokása. Na jó, itt vagyunk megint. Hát lebontok én mindent, látjátok. Ahogy mondtam. Mint ha azt ott ki lehetne. Így, így, pont elgondoltam. Ó, és kijutottunk. Idézőjelben kijutottunk. Kijutottunk. Hát igen, kijutottunk, de milyen áron? Így van, ez most már outside. Hát egy nagyon érdekes játék volt, maradjunk annyiba. Végén ez a blob, ez valami nagyon elvont allegória, ami nekem már így nem feltétlenül, hogy mondjam, érthető, finoman fogalmazva. De addig egy tök jó kis játék, szerintem. Tetszett. Úgyhogy para, köszönöm szépen, hogy javasoltad. Tényleg tetszett maga a játék. Tényleg itt ez a vége, ez a blob, ez olyan... nekem ez már nagyon elvont. Szeretem egy kicsit ugye nyilvánvalóbb dolgokat, de... Hát igen. Tehát van egy olyan teória, hogy alapból már ez a valami kontrollált, hogy szabadítsam ki. Hát, lehetséges. Lehetséges. Nem tudom. Hát igen, mondjuk nehéz látni azt, hogy miért is kezdett el menekülni a kisrác. Lehet, hogy ezért. Mert az ugye nem derült ki, hogy miért menekül. Csak hogy ugye leestünk a mapra, aztán nyomás. Úgyhogy, hát igen, 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 igen. Szép estét. Hoffman, mindkettőt végigjátszottuk már. Volt az első részt is, és a második részt is. Úgyhogy azok már voltak. YouTube csatornámon nézd meg nyugodtan, hogyha... ha érdekel. Úgyhogy... Nem mondom, amúgy tényleg egy jó játék. Úgyhogy... Érdekes. Na lássuk, hogy tudok-e én itt még valamit csinálni? Nem. Jó. Hát... Ezzel vége is. Akár kezdhetnénk előről. Vagy legalábbis gondolom. Szerintem itt most simán csak előről kezdődik. De erősíts meg, para, hogy itt már nincs semmi. Csak előről lehet kezdeni. Igen, ez restart. Van secret ending? Na, hogy van a secret ending?
Vagy csak mondod, hogy van, aztán nincs is. Jó. Közben, amíg Pala leírja, szerintem én elköszönök. Igen. Igen. Felmentem, ahol a plafonos víz volt. Hát igen, akkor a szikriteket kell gyűjteni, és akkor lesz meg. Aha. Hát azokat nem gyűjtögettem. Nem gyűjtögettem, arra nem figyeltem. Nagy mind control cucc. Ah, értem. Aha. Hát igen. Hát nem gyűjtögettem a szikriteket. Little Miss Fortune, Lord Botond. Megnézem, majd azt is ránézek. Ez ilyenekkel szoktunk játszani, ilyen indie gémekkel, mert ezek olyan rövidek, kompaktak, és olyan, hogy mondjam, azért vállalnak kockázatot. Ezekben a kis stúdiókban tényleg azt tetszik, hogy azért vállalnak kockázatot. Tudnak a outside the box gondolkodni, és azért az jó. Hát igen, Para, sok minden nem fejeztem még be, úgyhogy be kéne. Bár itt a csatornán azért a legtöbbet befejeztem, hát egy-kettő van, ami még lóg. Hát Pedestrian, nem biztos, hogy csütörtökön. Meglátjuk, legkésőbb csütörtökön szerintem, megnézzük, akkor befejezzük azt is. Befejezzük azt is. Jó, viszont ma már újba nem kezdünk bele, mert ha belekezdünk, akkor az sokáig tarthat, úgyhogy mára én megköszönöm a figyelmet. A legközelebb stream ugye holnap lesz, egyrészt 10-től e-sport óra, másrészt pedig este 7-kor, hát ha minden jól megy, akkor elkezdjük a Horizon Zero Dawn-t. Ránézünk mindenképpen. Úgyhogy azt is elkezdjük. Aztán még van egy tervbe egy játék, amit el kéne kezdeni, de majd meglátjuk. Mostanában egy kicsit sűrű a program, úgyhogy így van, Eloy, ahogy mondják. Jó. Úgyhogy akkor tényleg én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a szubokat, csíreket, donéteket, followokat, de azt legfőképp, hogy itt voltatok és néztétek. Találkozunk holnap. Mindenképpen addig is szép estét kívánok nektek. Sziasztok!